Orvos Nagy Hannával, a Györffy István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosával beszélgettünk arról, hogy a tánc az olvasás mellett mi minden érdekli még, és milyen versenysikereket ért el eddig. Kedvence a matematika, az olvasás, a környezet, a tánc a legfontosabb, de szereti a testnevelést is. A matematika, az olvasás, a környezet, a tánc a legfontosabb, a testnevelés, és a többit is. Évek óta tagja a Dériné Dalma Dance csoportjának, ahol szalaggal és bottal is ügyesen táncol. Szoktam forgatni a botot, és szalaggal is már táncolunk. Tehát a Dalmás csoport egyik tagja vagy. Nagyon nehéz ez? Nem, könnyű. Csak a kicsiknek nehéz még. Idén a kis tehetség sok versenyen is volt, ahonnan sorra hozta a díjakat. Az a nagy iskolában volt, és külön díjat értem el. Emlékszel arra, hogy mit olvastál? Kedvenc mese volt, vagy amit tanítónénivel közösen választottatok? Editke nénivel, amit választottunk. Van kedvenc meséd? Hát a Holló és a Róka. Miért pont ez? Mert a róka kicseli a hollótól a sajtot, amit a holló talál. A Holló és a Róka meghozta a sikert számára épp úgy, mint az országos méhész logikai verseny, ahol egy robotméhecske volt a főszereplő. Második helyezést értem el. Mit kell tudni erről a versenyről? Hogy egy robotméhecskét kell irányítani, hogy merre menjen, és a cél volt már olyan, hogy egy kapu volt, és oda kellett eljutni. Otthon is sokat tanul édesanyjával Hanna, és gyakorol is, hiszen zenét tanul. Gyakorolni a zeneiskolát, matematikázunk, olvasunk, gyakorlunk. Mesélj egy picit akkor a zeneiskoláról, milyen hangszeren tanulsz? Hát most éppen harangjátékon, meg vibrafonon. Ez nem is olyan könnyű feladat, igaz? Hát a vibrafon az nem, mert ott még lépegetni is kell, ami a legnehezebb. Kis barátnője, osztálytársa is sokat segítenek egymásnak. Év végén sok ötösre számít bizonyítványában, és ha felnő, lehet, hogy fodrász lesz, vázolta terveit a kis tehetség.